Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd a és nézd hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Retrozabálók, az MD Media multidéző podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Parallax és Retroverzumban, ez itt a Retrozabálók 8. kocka részre, a mikrofonnál Gizur Gergő. Először is szeretném megkérni titeket, hogyha lehetőségetek és kedvetek van, támogassatok minket a patreon.com per Parallaxis oldalon, melynek köszönhetően el tudjuk készíteni műsorainkat, illetve ti exkluzív, illetve premier előtti tartalmakhoz is hozzájuthattok. Mai témánk a számítógépes játékok, konzolok a 90-es években, és persze az akkori elengedhetetlen lampartik. Csapjunk is, csapjunk is bele rögtön. Üdvözlöm két állandó beszélgetőtársamat. Elsőként köszöntöm Farkas Katalin Milát. Szia, Mila! Sziasztok! És persze itt van velünk Magyarósi István. Szia, István! Sziasztok! Rögtön kezdjük is akkor egy kicsit személyes téren, hogy ti mikor találkoztatok először életetekben konzol vagy PC játékkal, nyilván megjelöltek a megfelelőt, de hogy mikor volt az is, és, és, melyik platformon? <laughs> Ovadás voltam, az biztos. <laughs> és volt egy nagyon jó fejóvistársam, Balázs, vele nagyon jó voltam, és náluk volt PC is, meg szerintem Nintendo volt. Most az igazság, szégyengyilázat, de nem emlékszem, hogy mi volt nekik, de az volt, és ott találkoztam először ilyen mindenféle dc is meg Disney játékokat játszott, úgyhogy ott játszottam én is először ilyeneket. Szerintem ilyen négy éves lehettem. Hú, először találkoztam legjobb emlékeim szerint, valamikor hatodik osztály környékén, talán osztálytársnál, tehát nem nekem osztálytársnak volt Nintendo és Super Mario, tehát hogy, hogy az klasszikus a... párosítás. Igen, 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 ez volt, a, ez volt a klasszikus, akkor ez borzasztóan megtetszett, borzasztóan ráfügtem, úgyhogy nagy nehezen otthon kikönyököltem, hogy én is akarok egy konzolt, és kaptam egy ilyen kegyetlenül faszályos kínai utánzatot, aminek a dobozán ott írja, hogy nem tudom, akkor jó, akkor még nem ez a 1 ben volt, de ilyen 10-20 játékkal azt mondták, hogy zseniális lesz, és, és ugyanaz az élmény, mint a Nintendo, hát nem volt olyan, mint az én Nintendo, de hogy onnantól kezdve volt saját, amivel nem sokat játszottam, mert hát olyan volt, amilyen. Tehát... Most ez kicsit nagyon ö, ö, intim terület, de muszáj lenne évszámot is mondanotok, hogy mm. mikor voltak ezek, mert hogy ö, szeretném majd egy kicsit, ilyen, ne, ne, ez a téma nyilván egy kicsit nehéz, mert hogy, mert hogy lesznek benne nyers adatok, de hogy el tudjuk helyezni, a konzolok megjelenését, mert mindent azzal, hogy ti mikor találkoztatok, tehát hogy ha, ha, ha az évszámot kiszállt, úgy nagyon szerintem olyan 92 környéke volt ez. Tehát Be ugye visszaszámol, akkor volt olyan hatodikos körül, és mm -hmm. akkor, akkor ez a 92-93 nagyjából ez a ez a periódus. Jó, tehát akkor 92. Mm, én meg 93-94 talán. Az igazság, hogy nagyon nehéz ezt belőni, mert, mert például az ovis társam, akinál játszottam ott, emlékszem, hogy náluk volt Lion King játék a PC-n. Na most az, az nem tudom, 95-ben jött ki? Vagy vagy melyik volt előbb? Lehet, hogy előbb jött ki a, fi, a játék, és utána a, a Disney film. Azt nem hiszem. Szóval annak legalább 95 után kellett volna lennie. De szerintem, de például játszottunk valami batman játékot is, arra emlékszem. Batman-es játék is volt? Aha, volt egy ilyen batman -es, mindenféle küldetéseket lehetett azon is teljesíteni, még, még az a fajta ilyen, hogy tudod, volt tehát hogy egyetlen pályán, mint, úgy nézett ki, mint az akkori Disney játékok is, hogy egy pályán haladtál, és akkor lehetett fölre ugrálni, repülni vele, meg mit tudom én, dobálni a kis Batmannek a kis ilyen ninja surikenjeit, és, 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 gyilkolászni az ellenfeleket, szóval az nekem az is fura, hogy Szerintem az ilyen 94-ben lehetett. Mert a, a Lion King so már... az akkor volt. Akkor én. volt, a, a, ja, csak hogy meglegyen ez. A, a Lion King az kere 94-ben jött ki, és a játékot no. is 94-ben adták ki. Akkor azt eh, tudja, az hogy volt. Hú, milyen menőek voltak a Balázsék akár, hogy neki már akkor meg volt, amikor kijött. <laughs> akkor szóltam, ezt a 94-ben. 94, igen, 94 igen, tehát a gyakorlatilag a film után, a, a rajz animációs film után nem sokkal fél évvel ki is adták a játékot. Hú, én úgy őket, sőt, kis is volt neki az nagyon királyú nézett. Hát kincseket lehetett gyűjteni, meg itt ilyen halaknak segíteni, meg buborékokat. Az, az, is nagyon vicces volt. És minden játszott a halás, úgyhogy én is náluk lógtam folyton, de nem. Nekem sose lehet végül ilyen a kiskoromban. Nem kaptam bármennyire könyörögtem belőjük ugye a dátumokat, meg hogy uh -huh. kicsit ilyen, ugye konzolok, tehát hogy az első igazán otthoni hazavihető konzol, az, az Atari 2600, illetve azoknak hazú szériája volt, az 1977-től kezdték el forgalmazni, és egészen 1992-ig lehetett kapni, és az első példányok, hát azért 77-ben, 199 dollárba kerültek. Ha, ha esetleg István adik, ki ki meg tudja nézni, hogy az mennyit ér ma, az addig én is mondok ilyen, most nyers adatokat mondok, hogy az Atari 2600-as kon, hát, konzol, nevezzük így, annak a processzora 1,19 MHz-en pörgött. Ez, ez csak, csak, hogy érezzük, ma egy telefonba nem tudom, 4x8x2 4x, ghz vannak, és ez meg megahertz, és ugye, mint tudjuk, ott 1024 a változtam, tehát eszméletlenül. És volt benne egész pontosan keményen 128 byte RAM. Nem megabyte, nem gigabyte, 128 byte RAM. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon csapatta az Atari. Aztán ugye jött a klasszikus másik a Commodore 64. Ugye az 1982-től 1994-ig lehetett kapni. Abban már 64 kilobyte RAM volt. Ezért is kapta ezt a nevet egyébként, ezt a Commodore 64-et. És aztán ugye kicsit ugrunk, és megjelenik az egy nagy klasszikus, amit már István is mondott, ugye a, a Nintendo, a NES, ugye a Nintendo Entertainment System. Ami, és itt azért nagyon érdekes, hogy ez még a 80-as évek, hogy itt mekkora eltérés volt a megjelenésben, mert Japánban a, a NES, ami ugye Famicom néven is futott, 1983-ban jelent meg, míg Magyarországon csak 1991-ben. És annak a processzora 1,6, illetve 1,8 MHz-en ketyegett. Tehát nagyon durva volt. És utána kezdődött, ahogy hívták a 90-es években, a konzolok háborúja. Ezt így hívták. Ez elsősorban a, a Sony és a Nintendo között volt. De a, a Sega is be akart szállni ebbe a háborúba, és ezért a, ők kiadták 1988-ban, illetve 1990-ben, ugye régiótól függen a Sega meg a drive-ot. Szóval a Sega annyira, a Sega annyira szerette volna életben tartani ezt a konzolt, hogy még CD ö, ilyen adont ilyen bővítményt is kiadott hozzá később, és úgy nézett az egész ki, mint egy nagy szendvics, hogy bele kellett pakolgatni a, a, a kazetta helyére, ezek egy kazettás konzolok voltak, és egy, úgy nézett ki, mint egy UFO a tetején, és oda lehetett tenni a CD-t. Aztán ugye a Nintendo felbátorodva a gyakorlatilag a, sima, a NES-nek a sikerén kiadta a Super Nintendo-t, a SNES-t, ami 90, illetve 1992-ben jelent meg, és abban már 3,5 MHz volt a processzor órájára, tehát itt azok már kőkemény dolgok voltak, ugyasnes, és az hatalmas siker volt már világszerte, már Magyarországon is. És akkor megérkezett a Sony a Playstation-nel, amit 1996-ban lehetett itthon már vásárolni, és abban már 33 MHz volt a processzor sebessége, és volt benne 2 MB RAM. Most itt kicsit megállnék, hogy ezek közül, amiket most itt felsoroltam, aztán megyünk tovább, nyilván, mert még volt azért, hogy melyikkel volt nektek kapcsolatotok, játszottatok vele, volt otthon, volt valakinek, mert ugye te mi említetted, hogy a, nem emlékszem, ki kinél, ugye, akin játszottál, hogy ott, ott csak PC volt, vagy konzol is volt? Konzol is volt. És szerintem ez a Sega Mega Drive volt amúgy nekik. Mhm. Uh -huh ez volt, nekem. volt általában. Igen, A igen, most már rákerestem direkt, hogy, hogy, így, mert nekem nincsenek ezek így előttem annyira. Nem vagyok egy, egy, nagy, nagy gamer, de így ránézve tuti, hogy ez volt nekik. Nekem viszont ne sem voltam. Neked volt nesed? Később. később. Később igen, de nekem ilyen, hát akkor már általános iskolás voltam, és valakitől szerintem használtam, vehettünk egymást, és kurva jó volt, nagyon szerettem, hogy van, nem volt hozzá túl sok kazim, ami szívás volt, mert hát nyilván ez alapján tudtál játszani de szerintem ilyen három vagy négy volt, de, de azon toltam mindenféle játékot otthon. Tehát akkor neked igazából akkor a Sega meg a drive meg a nes tehát a, Nintendo-val. Ez, ezzel volt tapasztalatom, aha, aha, Én István? játszottam. Nekem mondom, csak a csak azért Nintendo az is osztálytársnál, tehát ilyen párszori játék volt, és otthon meg ez az ócska kínai utánzat. Tehát nem, én nem voltam egy konzolos, most se vagyok, tehát van a házban, de egyszerűen képtelen voltam megszokni. Hosszú évtizedek alatt sem bírtam szokni. Megyünk majd a, a PC-vonalra is nyugi, tehát. konzolra, úgyhogy nincsen tapasztalatom. Az atari annyi volt, hogy majdnem Legóból vettem egyet, meg kihozott a Lego egy gyönyörű szép Atari uh, szettet, hogyha rákerül, úgy emlékszem legalábbis, hogy Atari volt, és nagyon szemeztem vele. A PC, igen, uh, Atari 2600 Lego szettet, és Szemeztem vele, mint hogy ilyen kis kocka vagyok, pedig nem, uh, mondom, sose volt nekem de hogy ennyi közelebb nem kerültem. Uh -huh. Tehát akkor a Playstation az nem, az nem, nem volt meg egyik sem. A PS1. A... Nem, 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 Soha nem, nem. nem, volt. Nem, hármas volt a leg, le, legkorábban. Ó, hát az, 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 az már arra én nagyon modern nem kori, azért az, az az mondom, az, az hogy, új. hogy nem, 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 is nem volt soha. Nem, egyszerűen, mint a mellett a PC után, én a PC vonalra mentem rá, és máig, ha játszok, akkor csak PC-n. Jó, viszont, megyünk oda is. Viszont Igen? volt Commodore 64-em szintén. És Na, az a vicc, hogy az volt? a Nintendo után. A nintendo játék után volt valahol Meg sem merem kérdezni, megvannak-e még. Te az igazság, tényleg fogalmam sincs, majd tényleg föltúrom egyszer ezt a nagyobb. Én megveszem, ha megvan, megveszem. Körbe fogok nézni. Tudod, így ezeket is mi, én sokszor használtam, vettük így valakit kollégától, anyám, vagy apám kollégájától, vagy barátoktól. Ha utána mi lett velük, hogy most a szüleim tovább passzolták, amikor már nem használtam. Csak valahol porosodik. Vagy valahol poros, én most szeretek mindent eltenni, szóval jó eséllyel lehet, hogy van ez a. Hát akkor mi beszélünk. De van egyébként emléked mondjuk komodoros játékról, mert ugye nyilván a, a nes Nesről mindenkinek azért a Mário jut eszébe zömmel, Igen. tehát ez gyakorlatilag a leges, leg, a leg, leg, leg volt, ugye nyilván. Tehát, hogy szerintem szóval nincs ember, aki ne azt mondanák, hogy ha Nintendo, akkor ne a Mário be de hogy a, komodoron van-e valami emléke? Szerintem nekem azon ilyen, 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 ilyen teniszes játékom volt. Tehát tudjátok, amikor egy falra pattan így a kis labdának tűnő és tudom, minek nevezzem, ilyen, ilyen pixelek, és az, az azzal játszottam, tehát teniszeztem konkrétan rajta. Hát igen, azért azt az tudjuk, hogy az a Commodore 64-nek ugye az akkori grafikája, ha azt, azt nevezhetjük annak, azért az, az messze van a maitól, tehát ott azért kellett fantázia ahhoz, hogy te tényleg azt láss bele, ami valójában oda igen, szerettek volna aztán nem tudom, bárminek nevezhetjük. Valószínűleg hát, azt az, az, az lehet, hogy a Commodore is ugye az atari nak a klasszikus, hát a Pongot uh, kódolták le oda mert ugye annak volt annak idején ez a nagy, ez a Pong, a külön, a külön konzol is volt egyébként, a Pong nevű konzol. És csak ketten egymás csinál. ellen. Ketten egymás ellen, egy ilyen Toda tekerős, vissza. tekerős, úgy egy hangerő szabályzó mind a kettő ember kezében, és azzal irányítottátok a tévé jobb, illetve bal sarkán a kis ütőt, és középen meg az a, hát nem igazán, nem igazán kör alakú, hanem szögletes alakú labda, mert akkoriban nem nagyon tudtak még kör alakú dolgokat kirajzolni. Azzal játszottak, és hát ez a hanghatások, pim, és így ennyi igen. volt. Igen, meg voltak milyen, ilyen, az lehet, hogy nem ezen volt, de nekem nagyon úgy dereng, hogy igen, mindenféle ilyen, 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 ilyen rúdugró versenyt lehetett, ilyen atlétikai játék. De ez most, most akkor modor? De szerint, szerintem igen, szerintem uh -huh. még azon játszottam ilyet. Még, még ez ugrott be, ami, ami tuti. És tart, nagy, lemezem, nagy nagy lemezen volt, hogy kazettán. Lemezen, lemezen, lemezen a mert a... ugye a Commodore-nak volt a klasszikus a kazettán, tehát azt úgy kell képzelni, hogyha valaki nem látott, vagy, hogy hogy Magnó kazettán voltak a, az adatok a játékok, nem, és, ez és egy külön kis volt. lejátszó volt a, a, a Commodore-ra kötve, óriási volt, meg kellett várni, még szépen végigjátszotta, hogy betöltse a cuccot. Na de hát ugye ez már nem 1996, mint ugye a Playstation 1 ugye megjelent, az már ugye CD-s volt, tehát az már nagyon modern világnak számít, és ugye itt a Nintendo sem akart lemaradni, és akkor kiadta a Nintendo a Nintendo 64 fedő nevű kis konzolját, a maga kis konzolját, amit szintén 96-ban jött ki, abban is 93 mhz pörgött már a processzor, tehát itt már előteljesen szaladunk. És hát a Sega sem akart kimaradni a jóból ugye a Mega Drive után, mert kiadta a Dreamcast-et 1999-ben, és ott már 200 MHz-en pörgött a processzor 16 MB ram Majd erre rákontrázott a Sony a PlayStation 2-vel, ami szerintem talán ez egyik, hát lehet, a PlayStation-nel egy szintben nagyon nagy duranás volt, mondjából ugye kijött a Slim is, meg a Vastag is. az 2000-ben jött ki, abban már 300 mhz volt a processzor, és 32 MB RAM volt benne. És ugye a PlayStation 2-nek már volt egy olyan, hát meg lehetett berhelni úgy, hogy ott már Winchester-ről is lehetett játékokat tölteni, tehát el lehetett engedni ezt az optikai meghajtott ezt a CD vonalat. És hát akkor méltatlan lenne, ha nem említeni meg ugye a Microsoftnak az Xbox próbálkozását, amivel ő 2002-ben kezdte pályafutását, amiben egy Pentium 3-as 733 mhz processzor volt már, tehát ott már azért nagyot ugrottunk. És akkor még így a zárásképpen a Nintendo szintén a 2000-es évben a Gamecube-bal még ezért beszállt a versenybe. 2002-ben, abban már 486 MHz-es processzor volt 24 MB RAM-mal. És itt a konzolokkal nem mennék tovább, mert ugye elértük a 2000 de hogy ezek közül esetleg volt-e bármelyikkel találkozásotok, PlayStation 2-t. István, tudom, hogy te fújtál, te, te konzolokat körbepisíted, mint a macska, hogy nem is akarod látni. Volt a, a Nintendo Wii-vel, amit persze nem említettem. Az már is nagyon múr, hát az 2000, az, az bőven, igen, az már. Bőven 2000, ott, ott azzal volt egy ilyen próbálkozás, de az sem tartott, nem volt egy hosszú szerelem. Meg kell mondjam őszintén. Mila? Nem, mi, mi így a nesnél már megálltunk, tehát, hogy nem költöttünk ilyen játékokra, meg én sem, <kül> én sem igyekeztem itthon uh az ilyeneket preferálni. Én teljesen kimaradtam, én, én azon voltam, hogy minél előbb kapjak egy PC-t a szüleimtől, hát az is nagyon sokáig tartott. az abszolút kimaradt a mindenkinek nem. a Gran Turismo sorozat, Igen. ugye a Playstation klasszikusa. Ugye gyakorlatilag a mai napig ugye a PC-sek ezért sírnak, hogy egy rohadt Gran turismo adjatok már ki PC-re, és ne csak emulátorral lehessen, vagy bárhogy máshogy, de az Istenek se akarják a mai napig. Ugye a Gran turismo 49 millió része ki lett adva, de mindig az aktuális sose, sose még, tehát Eszembe nem jutott sírni miatt. Most pedig. miért? Most komolyan most én ezen meglepődök? István ismételten bizonyította, hogy egy szívtelen ember. Semmi gondozat. De azért, de azért mi így szeretjük. Na de hát, ekkor ekkora PC kockák vannak itt köztünk, akkor hát nézzük akkor, hogy mi volt a PC világban, mert hogy aztán majd persze visszatérünk a konzolra, és csak hogy akkor a száraz adatokat egy picit, hogy megint belőjük, hogy ugye ti 93-ban oroszlán királyoztatok és társai, illetve a Mila 94-ben, bocsánat, mert 3-ban még nem lehetett marak, ő írta volna meg, tehát 94-ben oroszlán királyozott. ugye a, 84 a 8486 fedő nevű processzor család, amit mi csak szimplán 486-osnak hívtunk, az, az első ezek... volt, ami volt, tehát az volt ott, azzal kezdtem a 486-ossal, és utána mentem a. Az 1989-ben jött ki, úgy nagyjából, és utána jött neked a P1, amit te mondtál, ugye az i 86 vagy más, más néven Pentium, ami 93-ban érkezett, és ott ugye 60-tól 300 MHz-ig futottak már a processzor jelek és hát akár már 32 megabajtrom is benne volt, tehát ott azért már nagyon hasított. És utána a Pentium ugye ezt a sorozatot folytatta a Pentium 2-vel 97-ben, ott már 233 MHz-től 450-ig fel lehetett menni, és 512 megabajtromot is be lehetett hasítani, ez már fél giga, tehát vigyázzunk! és aztán Pentium 3 1999-ben jött, az már 400 MHz-től 1,4 GHz-ig. Tehát ott azért az ezeret fordulóra már a PC is elérte a GHz-et. No, de hogy akkor ti hogy álltatok a PC-kkel? Tehát, hogy most nagyjából belüttük ezeket a 89, 93, 99-es szériát, hogy, hogy amikor ti kaptatok, vagy hozzájutottatok bármelyik érdekel, hogy mikor láttatok, mikor kaptatok, és az milyen lehetett akkoriban. Hát nekem 2001-ben lettem úgy először számítógépem, és az, az P3-as volt. Igen, ez így stimmel. Ez hát. stimmel. De, de hogy ezen túl, ezt már nem, erre már nem emlékszek, hogy az első gép az mi, mi mit tudott. Mi de mi lehet, -e, hogyha 2001-ben volt neked először számítógéped? Várja? 2001. Hát 2001, igen, csatra várjál. És akkor azon emlékszel, hogy mivel játszottál? Mert hogy azért a, a, 2001, azért elég messze van már a Lion king -től. Igen, tudom. Tudom, nagyon, nagyon sokára kaptam ahhoz képest. Nem hogy az oké, okay, csak ilyeneket. hogy, hogy a, akkor te mi, mi, mibe ugrottál bele? Hmm, ö, szerintem, hát még így az elején biztos, hogy a, a gépnek a saját játékait oltam, tehát nem nagyon vásároltam én akkoriban, még nem is volt nekem annyi zsebb pénzem, hogy énekeljem. Mindset ez nem? Igen, tehát hogy így, így, így flippereztem, meg mit tudom, én szudoknusztam, ami rajta volt, passzíánszhoztam meg eleinte semmi egyéb komoly. Még netem se volt az rajta. Azért ne, ne verjük neve, át a hallgatókat. a hallgatókat, tehát a gépre maximum az volt, ugye, ami, ami, ha, ha a Windows-al Solitaire, Minesweeper, igen. igen tehát a Sudoku az, hogy... már, az már extra volt. Akkor az lehet, hogy később jött be, nem tudom. Tehát a Solitaire, ugye a Passions, meg a Minesweeper, az Aknakereső, az a, volt, ami mindig... Ja, kereső, aha, tényleg. Az a kettő volt ugye a windows zal már nagyon régóta gyakorlatilag. És hogyha most azt mondod 2001- akkor az Windows Millennium, mert a xp jött 2002-ben, tehát akkor a Millennium volt rajta, az egyik legrosszabb Windows. Az volt rajta tudom, ami abban a setben, settingben volt így játék szempontból, azt játszottam. De hát akkor hogy nem azért fekete macska is volt, csak azt egyedül nem igazán lehetett játszani. Úgy megnézem, de tényleg nem emlékszem, annyira volt. Vagy volt a klasszikus eset, hogy Hát rákerültek játékok a gépre, ilyen egyszerűbbek. Hát amikor rákerült a Windows, akkor rákerültek igen, a játékok. Igen, ahogy a Windows is valahogy rákerült, így, így ráfújt egy ilyen fajta szél. Igen, ó, ilyen OEM volt, igen, ez a elő, előre telepített. Amikor megvetted valakitől, akkor megkérdezte, hogy és mi Köl, legyen rajta. Kölle rá! <laughs> igen. Most én nem is találom, de, de én hiszek neked, hogy, hogy az majd csak később jött be az ilyen sudoku, meg az ilyen. A sudoku az soha nem volt a Windows része, tehát. Ö, Akkor az... Abban rossz, erre rosszul emlékeztem, de, de ilyen, ilyen passziáns, meg, meg Kiper, Az igen. Ilyeneket biztos találtam, meg aknak hogy én, ennem, ebben nekem ez kimerült. És aztán nem is fejlesztette tovább? Nem vagyok egy nagy gamer, de ezt mondtam el korábban is, hogy én nem. <laughs> uh -huh. Nekem az életgépem viszonylag hamar, tehát az azt jelenti, hogy volt a már tizedikes. Nem, nem, azt. Kilenc... Senkit nem érdekel, évszámok. Kilenc tizedikes, hát azt próbálom, 95 <gül> környéke. <gül> Aha. Mert um, én um, info szakra mentem, tehát akkor már nálunk létezett olyan, hogy hogy ben informatika volt a, a fő csapásvonal, és én akkor valamilyen oknál fogva azt lőttem be, pedig nem volt addig digelő életem ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy még a nyolcadik osztályban volt egy nagyon elfuserált, egy román fejlesztésű Félix nevezetű számítógépen tartott nekünk infórákat, ahol ilyen basic nyelvben írt, nagyon kis lebutított, próbáltunk egy négyzetet kirajzolni tulajdonképpen a képernyőre, de hogy ötször fagyott le, mire legalább ennyit sikerült megcsináljunk vele. Tehát, hogy nagyon izgalmasak voltak azok a, az infórák. Ennek ellenére úgy döntöttem, hogy én infószakra akarok járni gimibe, és ha már oda járok, akkor még az elején működött, mert viszonylag sok laboróránk volt, és akkor volt számítógépes hozzájutottunk, de nem volt tartható túl sokáig, hogy ez a szakod, az nincs otthon, amin uh, gyakorolni programozást, meg amiket csináltunk pluszba, úgyhogy sikerült valamikor ott a 95 környékén kibulizzak, akkor egy 486-ost, pedig akkor már nem volt új, tehát én abszolút second hand 486-ost, nem sokáig voltam vele, és akkor utána sikerült egy upgrade, egy 586-osra. De tudom, hogy ilyen két megabajtos pc memória modulokkal modulokkal az elején azt hiszem kettővel kezdtem, tehát hogy 4 megabajt, és akkor még sikerült mellé tenni, tehát hogy mindent ilyen darabokból sikerült összerakni még az Akkoriban elején. Akkoriban ez így ment? És abszolút ez az építsd magadnak PC világ volt. De arra tökéletesen megfelelt, hogy, hogy azt, amit tanultunk, akkor, akkor már átálltunk pascal és Pascalban programoztunk majd később C-ben, tehát a programozást elkezdjem rajta meggyakoroljam, plusz elkezdjek játszani. Tehát akkor topzódott, és akkor tulajdonképpen az összes olyan játék, amit úgy igazán imádtam, azok pont abban a periódusban, tehát ilyen 95 6 Na, nyomasz mik azok? Hát a, a, a lövöldöző, és nekem soha nem volt nagy uh, mániám, de szerettem a doom szerettem a Quake-et, meg a Duke Nukem-et, tehát a ezé, uh, Duke Nukem 3D, a, a, szőké, a szőkével, aki, aki megy és lelődözi a rohadt nagy disznókat. Come get uh, some. <laughs> a, Azt imádtam. Abban volt a Hail to the King Baby. Igen. Igen, koraz, igen, koraz, igen, igen, van meg. Tehát hogy, hogy ezek, de nem voltam egy nagy, tehát én sokkal inkább a szerepjáték, meg a stratégia vonal, ami, ami nekem bejött, úgyhogy, úgyhogy Heroes of Might and Magic a kettes, az egyest azt már nem, nem kaptam el, de a kettest azt nagyon sokat, nagyon sokat toltam. Persze baromi nehezen sikerült, tehát több, egy hét telt, mire sikerült otthonra megszerezem az osztálytársamtól, mert nem volt elég kislemezünk. És megszereztem. Nem, ugye ez abszolút egy. Igen, igen, Megoldás, kölcsön, kölcsön kérnem, igen, 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 mint egy könyvet. De valami hat vagy hét, hét kislemeznyi volt, és tudom, kettő vagy három kislemezen volt, úgyhogy mindig ide a volt. Elvittem neki, ő rámás volt, szépen így az ember feldarabolta még annó mizével, rarra, zippel. Hát az, az még szépen... ar volt inkább. Hát lehet, hogy ARJ volt, már nem tudom. Az akkor még inkább az ARJ ment. Nem, már érem, azt hiszem megjelent a rar is, de lehet, Csak hogy tévedek. De, de zömbel így... inkább azért még ha? akkoriban lehet, mi azt használtuk. Úgyhogy uh, tehát nekem az volt, azok voltak, tehát ez a körökre osztott uh, dolog volt nagy kedvenc, tehát a Heroes of Might and Magic 2, de amikor kijött a Warcraft, akkor azzal nagyon sokat, egyes is, kettes is, tehát azt rongyosra sikerült játszani, majd amikor megjelent a Diablo, tehát az volt még nekem az egyes Diablo, az ilyen hack and slash, uh, azt az hát volt a első. megalkotója volt a hack and slash igen, tategórian. igen, igen, igen. De szerintem még az izivel is játszottam a legelső, uh, jaj, minek hívják már, mi? Segíts, hogy segíthessek. A bűnözős, rohangálós, autót lopsz meg, meg GTA. ilyeneket csinálsz. GTA? igen, 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 igen. Tehát ott az első, azt szerintem abban a periódusban jelent meg. Úgy emlékszem. Hát a GTA 1, ez még abszolút doszos volt, úgyhogy igen. Tehát, hogy, hogy azzal, azt is még elkaptam és játszottam vele. Utána a többi az kimaradt, tehát hogy utána se, de 97-ben akkor... jött ki egyébként a GTA Igen. első része. Igen. Tehát az megvan, hogy amikor, és az az még felülnézetes volt. Abszolút. Az első, Tök ami jó. nem felülnézetes volt, az ugye a GTA 3. Hmm. Előtte ugye a London és a GTA 2 is felülnézetes volt még. Tök jó volt, és mentünk, csépeltem, rángattad ki az embereket, felülnézetből látszott az autókból, és benzinzéted, adottan verted véresre, aztán ültél be az autó, meg gázoltad a többieket. Tehát akkor ez valami nagyot, nagyot szólt. Hát én konkrétan a GTA-ra emlékszem, hogy én a, 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 PCX magazinnak ugye a, a, cd n voltak rajta játékdemók, és ugye a gt nak is rajta volt a demója. Hát ugye akkor még nem volt net, meg ilyenek, hogy ugye tudtad, hogy mi elég, meg hanem onnan tudtad, hogy mizu van. És ez a, mondtam, mi ez? Írta, ó, olvastam róla, ott, ott föl, akkor és ez a, azt a rohadt. Tehát ez a, te, te, a, a, azt tudni kell, hogy a, a, a GTA első része, amikor megjelent, az egy akkora távlatot nyitott a játékterenő, hogy, hogy ilyen is van, hogy tényleg az volt az is az első open world játékok közé tartozott, hogy volt egy bazi város és effektív, azt csinálsz, amit akarsz. Tehát vannak küldetések, oké, okay, de hm, jössz, mész, csinálsz, amit akarsz. Igen, meg ez a nem pozitív szerepben szerepelsz. Szóval, hát akkor azért még az, ez volt a jellemző a játékokra, legalábbis amennyire én emlékszem, tehát mindig a kvázi a jó oldalon álltál, és, és harcoltál a rosszak ellen, és szaladgáltál, és le kellett győzöd a kis szörnyeket, meg az idegeneket, meg a bárkit. Itt meg lehetett rosszalkodni. Tehát, hogy... Hát sőt. <laughs> kellett, igen. Kellett. De akkor jött ki a Fallout, ami nekem egy nagyon nagy izén volt, szerelmem volt. Fallout-at, és a kettesig, azt hiszem, hogy a hármas is még, ami még bejött, utána azt a szériától is, miután átmentek 3D-be, ott már elvesztettem az érdeklődést. Ez egy jó kis posztapokaliptikus szerepjáték volt, tehát hogy ilyen science fiction, science fiction környezetben, nem tudom, bármelyik őtöknek volt-e, vagy utána is a későbbiekben bármelyik Fallouttal. Nekem Fallout lesz belőle most pont. Izé Igen, tudom, hát meg is. rengeteg van meg, de nekem az valahogy akkoriban kimaradt. Mm -hmm. Hát én nem is tudom, hát én is abszolút általános iskolában, hú, hát még alsós voltam, tehát a 92-93 környékén ugye állítólag én akartam a számítógépet, azt mondják szüleim, én nem emlékszem rá, de az biztos, hogy rendkívül gyorsan rágyógyultam, és onnantól fog engem le nem lehetett akarni. Fuh, mi, mi, akkoriban nem hiszem utána, még általános iskolában, felsőben, például amit te is mondtál, hogy, hogy az infoteremben, vagy a számtek teremben, a rendszeresen például bomboztunk, vagy más néven tankvarz, amit gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy kis tankok lövöldözik egymást egy pályán. De azt gyakorlatilag paintbrush szintű grafika. Tehát, mintha most paintbrush meg tudom javzolni, hogy kis. Kis, kis, kockákból volt összerajzolva az egész. Így nézett ki a játék. Zseniális. Tehát mi azzal volt, hogy így egymás ellen játszottunk 5 6 8 számták órán, és valami guztustalan ökörködések jöttek ki belőle. Ilyen Azt... volt nekünk a Worms, nem tudom, hogy azzal játszottak. Ajaj, másik, pontosan a Worms és akkor vártuk, hát... hogy sorra kerüljünk, mert ott az úgy működött, hogy szépen sorban. A bomb is ugyanez, van, tehát A, tankvárz ugyanez. Tehát szépen sorba jöttél, és hát ha szerencséd volt, és nem lőttek ki addig, akkor tudtál is valamit csinálni, mert ugye volt olyan, hogy hát pont a, az arra bizonyos ágra kerültél, és miért a sorra kerültél, van addigra valami paraszt kilőtt, ahogy a Wörzbe is. Akkor ugye, is ugye mondtad ugye a, a a gyúkot, de például a Wolfenstein 3D. Az, az nekem kimaradt. Tehát azzal valamiért, valamiért nem játszottam tudom, ugye A, a nácikat kellett ugye ölni És ugye Ott volt a Ijelem volt a code Hogy mindennek kapják. <thatos> a Doom meg ugye Az IDDQD meg az IDKFA Ezek így örökre beégtek Azt, azt arra is emlékszem Hogy játszottunk például a Home Alone nem tudom, Ugye az a reszkesetek Betörök Nek is volt egy játék azt nem játszottam. Az nekem kimarad. Mi például emlékszem, emlékszem hogy azzal is játszottunk, meg ugye Aladdin. Az, az, az kicsit... meg volt, az meg volt, meg annak az őse a Prince of Persia. Ó, bizony, Igen. A Prince a of, of Persia. Még 90 előtt jelent meg, de, de, hogy az, de hogy az az is zseniális volt. És tudtuk kívülről, mert ott, ott se volt semmi. Tehát ez volt az érdekes, főleg az ilyen platformerekben, hogy, de ugyanez volt a Mario, Super Mario-val is, hogy nem volt dinamikus a pálya. Tehát akárhányszor elkezdted, az Cakra ugyanaz ugyanúgy, volt. ugyanabban Ugyanott a másodpercben, ugyanaz minden. történt, ugyanaz, és akkor az már ment reflexzerűen, tehát hogy és mindig, hogyha meghaltál, mindig előről, tehát visszadobott a legelejére, egy kezdt előről, és akkor megvolt az első perceket, utána a tizen perceket az ember, ez már ment odafigyelés nélkül, mire megint eljutottál arra a helyre, ahol már egy kicsit problémásabb volt úristen, tényleg 1989-ben jött ki a Prince, ugye csak Prince-nek hívtuk akkoriban, mert prince pont És akkor az Prince, tehát hogy nem. <laughs> akkoriban nem voltak még a fájnevek ennyire beszédesek, mint ma. Hát nem is ugye tudtak a nyom... lenni, azt hiszem, az, hogy 8, 8, 8, 8, plusz, volt. 8 plusz 3 volt Igen. ugye a, a limitált, innentől te meg voltál lőve, úgyhogy abba bele kellett, úgyhogy ez simán Prince volt. Elmészem, hogy ott például annyira volt, hogy kitökéle, kitökéletesítettem a módszert, hogy amikor ilyen magasabb szinten voltam a pályában, ugye voltak ezek a csapóajtók, amik ugye szét vágtak, hogyha átmentél rajtuk, és amikor ott volt küzdelem a katonával, akkor addig küzdöttem vele, hogy ő fusson el az ajtóba és vágja szét őt. <laughs> Én ezekkel nem bírtam soha annyit játszani. Nekem, mondom, a stratégia az jobban, tehát az Age of empires sokkal több időt például eltöltöttem. Tehát azokat, az, az, az Azzal nagyon... én is, de én a kettővel. de hát Billa az egyes is elkaptam, a kettes igen. Várjál, István, most, ha, most, a most, 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 lesz úrom. De hát kérdeztem, hát mondta, hát miért nem mondtad ezeket? Hát Mert ez már hát jóval itt... 2001 után, és miután megkaptam Jó, de a te gépezet, le vagy, jó, jó de te kortályt. le vagy maradva, mint a borra való. Tehát nálad, ami 2001, az igazából a valóságban 95. Tehát nyugodtan mondjad mi, akkor. Mi 95? Az Age hát of az 95. Nem, az hát, a 99-es hát, hát Age of Empires 2-es, de, de hogy én igen jutottam már. Én eljutottam odáig, hogy a 2 kettő, kettő meg legyen, az nekem már 2005 volt, vagy nem Na nem ezt, tudom. ezt tehát, mondtam, én jó, hát Én később történtek velem ilyenek. Hát akkor jó, de azokat is nyugodtam, ja mert hogy ugyanabb, mert hogy, tehát, hogy az, hogy te azt az élményt később tapasztaltad meg, az attól még ugyanaz az élmény. Hát én egyébként kb. arra voltam legjobban rákattamva az Age of Empires 2-re meg a Diablo 2-re, tehát én az egyen, mert nem találkoztam abból sem, meg az, meg az Age of a, a, az egyéb első részével sem találkoztam, én a kettővel kezdtem mind a kettőnél, Azokat én nagyon szeretem, a sokat toltam, az kb. érettségi évében szerintem én azokat így az ideális. Azt, mert mikor csinálják. Ne hülyéskedj, Milat, a Diablo 2 az 2000-es, tehát simán jó vagy még azzal, nem viccelj. Hát azt... hát csak nem 2000-ben játszottad, tehát ez igen, a lényeg, azt mondta, hogy nem akkor játszottad. De az éve nem éve baj, hát de, de ez egy 2000-es játék, éve. az bőven belefér a podcastunk. Na, nem tudtam, hogy ez pontosan mikor jött ki, de igen, a Diablo 2, az nagyon sokat toltam mindenféle, mindenféle kasztal, úgyhogy a hármast is mai napig nagyon sokszor <laughs> szoktam játszani, de, de nagyjából ez a kettő volt, amit nagyon toltam. Nem, nem tudtam nagyon más megszerezni, úgyhogy én ezekre de voltam a a nél azért rá... bólogattál. Worms, Worms, valahonnan volt, de szerintem az meg már így még később. Tehát, hogy ez a vicc, hogy én, én, valahogy így tényleg annyira nem vagyok gamer, hogy így néha beszélzek egy-két játékot, arra ráfüggök egy ideig, és sokszor olyanokat, amik hosszú-hosszú évekkel korábban voltak slágerek, már senki nem játszik velük, de én akkor kezdem. A volt, azt néha még játszottam, de én egyedül voltam. Van olyan játék egyébként, amivel akár még ma is, tehát hogy egy régi cím, és most nem feltétlenül egy, egy sokatik része, hanem maga az adott klasszikus. Uh -huh. ami, ami egyrészt megvan, másrészt pedig, ha kell, akkor tényleg elindítod. Tehát, hogy rád jön néha. A Diablo az olyan, amit elindítok néha. Múltkor már próbáltam a kettest feltenni a gépre, hát nem, nem sikerült összehoznom, pedig nagyon szerettem volna játszani. Segítek, és ha ezen múlik, tehát... Lehet, hogy megkérlek, mert annyira szerettem volna, mert most kijön majd, nem is tudom, most a négyes az hogy van, meg mikor, tendálódik befele, de hogy, de hogy a hármas kicsit így nem ráuntam, csak kicsit érezni akartam a régi grafikát, meg, meg, meg egyébként ki is hoznak egy a Diablo 2-nek egy felújított változata, ugye kijön, vagy nem is tudom, már lehet, hogy kijött az azt hogy, jött, aztán, hogy kint van és, már. És meg, megköpdösték, úgy, nem, úgy emlékszem rendesen. Nem akarom kipróbálni, egyébként megnéztem a grafikát, engem kicsit zavart ez a változtatás, meg a frissítés, meg a felújítás. Tudom, hogy én sem vagyok egy újító típus, úgy látszik. Én, úgyhogy gondoltam, ú, föltelepítem a régit, és így, így nem. <laughs> nem, nem hoztam össze, úgyhogy de amúgy nagyon szeretnék vele játszani. Most már inkább telefonon szoktam tolni mindenféle RPG-ket amúgy, tehát hogy ilyen MMORPG-ket szeretek játszani, főleg még. István, klasszikus cím, ami a mai napig, tudom, hogy te nem vagy ilyen gyűjtős, de hát ha most megtöröd a... Nem, tehát megvan az eredet, tehát a Diablo 2 van meg ö, eredeti lemezen, valahol, kallódik. Nekem is. Tehát azt, 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 azt megvettem, können. azt tudom. Mióta mac van, addig, amelőtt, mielőtt átváltottam erre az új m tehát a Silicon addig még fel tudtam tenni. A Blizzard volt az, aki, aki jószerivel az összes játékát megcsinálta a Mac OS re is, tehát hogy még utóbbi időben is tudtam vele játszani. Utóbbi periódusban most a Diablo 4-et, hogy kijött, akkor azt játszottam, de hogy bepróbálkoztam a kettessel, hogy de egyszerűen engem elkezdett zavarni a grafika, tehát nem tudnék, még ha csak most rákeresek a neten Warcraft 2-re, vagy bármelyikre ebből az időből, egyszerűen, egyszerűen zavarnak a pixelek. Tehát, hogy nem, nem, tudom, nem elég erős bennem a nostalgia feeling ahhoz, hogy értékeljem, élvezzem ezeket a, nem ezeket a pixel, két. pixel felhőket. Én haladok a korral, és egyre korosabb vagyok és egyszerűen nem, nem, tudom, nem tudom, értékelni. Tehát hiányzik a feeling, ott van bennem, de jó lenne, de hányszor bepróbálkoztam, hogy akkor úgy, úgy rá felinstaláltam minden, és karcolta a szemet a sok pixel, és nem, nem ugyanaz az élmény volt, mint, mint Hát ez furcsa, mert nem is említettétek egyébként egyikőtök sem, hogy hogy a, a Commandant sorozatot, hogy a Red Alert. Tehát, Ö, hogy nek nekünk igen. például a, a, mai napig, mi a mai napig toljuk a Red Alert 2 Revenge-et. Az 2001-es, illetve 2000-es. Tehát megőrülünk érte, és a mai nap, oké, okay, a grafikája tényleg nem az, tehát az absz de azt a, azt a, azt a gameplayt, azt a feelinget, az egyszer nem hozza nekünk más. Tehát, tehát az például a mai napig egyszerűen egy olyan örök klasszikus, hogy, hogy a, a, az először, amikor nem is tudom, tényleg hát szerintem megjelenés után nem sokkal valahogy hozzám került egy narancsárga TTK CD-n, azt gyakorlatilag rongyosra lett tolva az a játék, és azóta is. A CNC az nekem is, nekem is uh, kedvenc, uh, szerettem, nem annyira például, mint a starcraft ott tehát amikor az kijött, akkor a CNC az úgy félre, és akkor a StarCraft volt. Aztán azt 97-ben jött ki a StarCraft? 98. 98, 98 na, 98, egész jó vagyok. De Vagy lehet, hogy 97 is... mert 97 ben már a Brood War jött ki. Tehát akkor lehet, hogy az eredeti a 97-esben volt a, az eredeti uh, Starcraft. Azt hiszem a Brood War az már egy uh, kiegészítő volt hozzá. Hogy az volt az első, Na, nem tudom. 98. Uh -huh. 98. Jó, Steam. Azzal mondjuk azzal nincs, de nekem az annyira nem. Nekem már akkor már a, a, Yuri, a, a akkor már a Red Alert azért az volt. Inkább nem a Yuri, mert az később jött ki. Én megemlítenék nekem egy nagy személyes és az van, sztori is vele kapcsolatban, nem tudom, bármelyik kötőknek ismerős, ami nem tudom, szerintem lehet, hogy egyik kötők sem, az a Network Q Rally Championship nevezetű rallis játék. Az 93-ban, uh, 96-ban jelent meg, és annak az volt a nekem legalábbis nyilván gyerekként ez egy nagy dolog benne, hogy abban már ugye akkoriban kezdődtek, hogy már ugye volt digitalizált videó, és abban például az intrók, meg az átvezetők, azok rendes videók voltak, tehát nem megrajzolt valamik, hanem tényleg klasszikus rally videók. És emlékszem, hogy hát annak ugye volt a hát a nem, a, nem, a, teljes változata, hanem az a változata, amit valaki megcsinált úgy, hogy te tudd úgy játszani, hogy neked nem az eredeti van meg, és ki vannak. Na mindegy, és az úgy 93 megabajtot nyomott, és azt emlékszem, hogy azokat flopin vittem át egyszer. <laughs> tehát az el lehet el Le egy, az... az, az... <laughs> 1,4 fért Igen, akkoriban te... egy flopira. És, akkor, és akkor, ugye azt inkább 1,3-ra tömörítettük, hát. hogy legyen hely ugye a helyreállításinak, de amikor tudod, ez a CRC error a nem tudom, 48. volumen, és az anyád vissza, tehát hogy ezek azért ezek gyönyörű dolgok voltak, de hogy az a játék is, vagy nekem a másik kedvencem, Ultimate Soccer Manager 98-99, benne van a nevében, hogy mikori, 1998-as. A mai napig az egyik legjobb focimenedzser foci játék. A mai napig. Wow. Csak rohadt nehéz vele bármit csinálni, mert csak win 98 alatt normál, hajlandó normálisan futni. Ezért jó, hogy neked van egy rakás régi gépet, tehát van gyűjteménye, tehát bármit játszhatsz bármilyen periódusban. virtuális gépen azért, az meg lehet azért oldani, de hogy az egy nagyon kis finnyás dög, tényleg vannak játékok, amik, amik most lehet, hogy neked, mert nyilván a grafikája annak is, mondjuk egy menedzser játéknak nem tök nem ilyen a grafikája, de hogy valahogy a feeling az egész egyszerűen, nem tudom, letehetetlen. És akkor neked ezek szerint is nincs ilyen, tehát a Milának inkább Ami van. a 90-es évekből való, és, és játszanék vele, vagy hozzányúltam volna az elmúlt pár évben, olyan nincs. És a 2000-esből? A Diablo 2-t, mondom, elővettem, akkor, amikor kioszták a felújítottat, felújított verziót, akkor is nem is mondom, hogy végigjátszottam, de, de játszottam vele viszonylag sokat. A WoW, ami nálam, tudod, a World of Warcraft, ami 2004-ben jelent meg, az, az, két évente előkerül, és akkor egy hónapot, kettőt -e szórakozok vele. De az sem a 90-es Te évek. Tehát akkor visszanyúlsz tehát, azért a múltba, de nem annyira a nagyon Nem múltba. annyira, igen. Tehát a 90-es évekből nem, nem, tudnék. Tehát nosztalgiával gondolok rá most így rákerestem itt a legnépszerűbb 90-es évek játékaira, és szinte bár, bármelyikre nézek, minden játszottam szemet szúrtak. Én be is gyűjtöm őket, tehát meg is a, vannak. Nekem nem nincs, nincs ilyen, de a SimCity, nem tudom, hogy valamelyikőtök játszotta el, vagy volt ez a, ez a szimulátoros városépítős, ez a SimCity 2000, mikor jött a, a, már a jövőben az a hülye óriás robot, és voltak azok, a, azt imádtam. Tehát. Hát akkor ha már építkezés a Transport Icon, Transport Icon Deluxe. Ugye a, a, a forgalomszervezésnek az atya, ugye Igen. Egyszerűen az a játék is a mai napig, ugyanak ugye megjelenik, ma már ugye az Open TTD kiadás, ami ugye a nyílt forráskóddal bárkinek elérhető, és ugyan, az ugyanazt a feelinget hozza. Ugyanazzal a grafikával, ugyanazzal a hanggal, csodálatos. Tehát hogy az, is, az is a mai napig, ugye próbálkoztak reprodukálni, néha egész jól sikerült, de a, a TTD feeling az, az megismételhetetlen, szerintem. Igen, az is egy jó játék volt. Nagyon sokat, tehát látszik, hogy a gyerekkorom egy jó részét a számítógép előtt töltöttem. Igen, ez, ez így... sok órát, órát öltem bele. Tehát bel még dobálnál fel a címeket, és megállás nélkül ö, ö, gázba lennénk, de mielőtt még befejeznénk, kérdeznék, hogy tehát a Lamparty voltatok-e egyébként? Tehát, hogy ha valaki nem tudná, hogy akkoriban mi volt a lamparti, az akkoriban a lamparti szó szerint kellett érteni, tehát egy bizonyos fizikai helyen állt a -e valakinek a lakásába, a garázsába valahol összegyűlt pár x darab kocka, vitte a számítógépét, monitoros túl CRT nagy dög monitor, tehát nem az ilyen kis lapmonitorizéket, hanem az a nagy dögöt, aminek megemeled és sérvet kapsz, és szépen beültetek egy szobába, összekötöttetek a gépeket hálózatra, és toltátok a játékot, és akkor ott nem az volt, hogy egy-két óra azt megyünk haza, hanem ha már elvittük az autót, mert ugye elvittük a kocsit, mert ugye fatter valaki segített, vagy buszon átvitted, vagy mit tudom én, akkor ott tényleg tizen órán, Ment, meg, ment Igen. reggelig. Ment reggelig az a történet, és akkor mentek a multiba a játékok, hogy voltatok-e ilyenen? Nekem a barátaim tolták ezt, de én sose vettem részt rajtuk. Na jó, mert neked később volt géped a... <laughs> Hát igen. Csak azért, mert hogy amikor ezt most mondtam, akkor bólogattál, hogy nagyon vágott. Tudom, hülye, hogy mi tehát, ez. Hogy... Tudom, mi ez, mert mondom, barátaim tolták rendszeresen, meg sokat voltak, és amikor találkoztunk, sokat is beszéltek róla. Tehát tudom, hogy mi ez, meg hogy zajlott, de sose vettem részt rajtuk. István? Igen, mi volt főleg a, tehát nálam a gimnázium vége felé, tehát valamikor ott a 98 körül. 98, 97, 98, 99, akkor már csináltuk ezt, hogy összejártunk ketten-hárman, annál több nem igen volt, hogy mi nem fértünk el, tehát valamelyik, valamelyik osztálytársnál volt az, hogy azt a szobát, azt úgy az a szobáját elleptük tulajdonképpen. Mindig többen voltunk, mint ahány gép volt, tehát volt úgy, hogy tehát minden gépnél ketten-ketten ültünk, aztán úgy, úgy játszottunk és szurkoltunk a másnak, éppen az egérrel meg a, a billentyűzettel rendelkezett, vagy rotációba, ha éppen, éppen lövöldözős játékot játszottunk, tehát a shootereztünk, de, de sok volt a, a Warcraftozás, a CNC-zés, akkoriban a Red Alert az kevésbé, de Starcraft-oztunk, Warcraft-oztunk, Command Conquer-oztunk, tehát ezeket, legtöbbször ezeket toltuk, amikor, amikor így összeültünk, mert nem lehetett az kívül. Tehát tök jó volt egymás ellen, azt hiszem akkor négy lehetett talán Igen. az volt a mm -hmm. négy sarkában a pályának, szépen letett minket a gép, és akkor lehetett vagy úgy, hogy két, két csapat a két csapat ellen, vagy úgy, hogy négyből kimarad életbe legtovább és nem tudtuk, nem lehetett hálózaton keresztül. úgyhogy úgy, hogy hálózaton, hogy nem voltunk egy hálózatban, hanem interneten keresztül még nem létezett ez a történet. Tehát, hogyha jót akartunk szórakozni, akkor, akkor muszáj volt egy szobába szépen kábelek összedugdos, egymással szépen összeköt. Hát még akkor a, még a legelején, amikor összekötögettük, akkor még úgy emlékszem, hogy mit csináltuk még a párhuzamos portal, tehát, hogy még az UTP kábel előtti összekötés is volt a ami a printernek is volt, ez az LPT. LPT, igen, igen éve... de ide abból csak egyet-egyet tudtál össze. Igen, hát a kettő szépen két gép össze, és akkor, akkor egymás ellen, igen. Borzalmas egy az egy ellen. És instabil. Igen, de egyszerűen egy, egy semmi el nem lehetett helyettesíteni azt az élményt, amikor nem gép ellen játszottál, hanem másik ember ellen. Hát ugye, ha már, és itt ezt a műsort nem zárhatjuk lennék, hogy nem említeném meg a Mortal Ö, tehát, igen. tehát, hogy azért az vérlázító, hogy eddig ez nem került szóba. És pont ennek ugye kapcsán, hogy mondtad, hogy amikor nem a gépe lejátsz, hogy a Mortal Kombat, az pont egy olyan játék volt, amit egy gépen is tudtok ketten játszani, csak hát valaki ki volt szorulva ugye a, a, billentyűzet bal oldalára, és aztán reménykedhettetek, hogy a, még a régi billentyűzeteknél ugye a soros kommunikáció egyen nem, volt, nem nyomtatok meg egyszerre túl sok gombot, mert akkor mert akkor pittyegett, és valakinek az ütését nem vette be. Igen. És jött az anyázás, tehát ugye a Mortal Kombat is gyakorlatilag legalább annyira, mint a GTA, vagy a, vagy a Command Conquer egy úttörője volt a, a PC, vagy a, 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 konzoloknak is, mert ugye ott is megjelent. Igen, de a konzolokon ott, ott, ott az jellemző volt ez a fajta játék. Tehát ott az nagyon, ezek a egymás ellen verekedtek ketten. Tehát ezek a rendes, nagy, épített, nem tudom minek lehetőket, az nem konzolok voltak, hanem voltak ezek az árkád Az árkád, az a játék. Volt, tehát, még a, a 80-as, igen, még a 80-as években is már ott már volt verekedős játék, tehát, hogy ott, ott hát, A Street Fighter az Mortal Kombat, ez volt olyan igen 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 igen, 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 igen. Ennek éppen az aktuális része, de ugye a, nagyon sokan mortálozni, ahogy szokták, ugye csak így hívtuk, hogy mortál, az rengetegszer a játékterembe bedobtad a zsöcit, aztán insert coin, mindig insert coin, insert coin. Mila, nem mortáloztál? Nem. Ááá, úgyhogy ezért nem is osztam föl, mert ugyan láttam, hogy ilyet já másokat játszani, de nem, nem, nem játszottam Hát de vicc, gyerekek, soha. hát Aiculet súl, ugye azt kellett beírni, még ha a Midway logónál, hogy előjön a, a, menü, és akkor be lehetett állítani a dolgokat. Hát nekünk konkrétan spéci szupermúvoknak volt uh, ilyen kézzel írt kis könyvecske. A mai napig egy osztálytársam írta nekem meg a minden karakternek a spéci mozgásait és a kivégzéseket. Hát, Yes, ezek. Sus, de én ott csak néztem, tehát a sose szerettem annyira, hogy én játszom, mindig csak a néző voltam. Előszeretettel néztem a többieket, ahogy csinálják főleg ezeket a kivégzéseket, de ott nem, nem jutottam oda, hogy, hogy azt, azt meg tudjam kedvelni, hogy én magam játszom. Valószínűleg azért fedettem -e mondani. És például a, a mortális két szerintem a mai napig olyan, hogy a grafikája nyilván egy vicc a, mai, a maihoz képest, mert ma már gyakorlatilag az anatomilag felismerhető, melyik testrészét töröd éppen de hogy az a feeling, meg az egész, hogy akkoriban egy ilyenhez, hát szóval... Tehát ezeknek valószínűleg ez adja meg az örök klasszik. Vagy lehet, hogy, lehet, hogy aztán, ahogy mi meghalunk, ez velünk együtt kihal ez a, a itt a nosztalgia. Vonat. Tehát itt a nostalgia hogy te akkor ezt csináltad. Valószínűleg a mostani generációnak, vagy a, tudom is, a most húsz éveseknek majd az lesz húsz év múlva, mivel ők játszottak az elmúlt 5-10 évben. Elképzelhető, csak... Azt, hogy a telefonos generációnak mi lesz, azt nem tudom, mert ott <coughs> én a telefonos játékoknak nem érzem egyiket se annyira felejthetetlennek, egyedinek, ütősnek, mert azért a, a itt a PC korszakban, főleg a 90-es évek, azért a Diablo az, az one of a kind volt. Tehát nem, igen, nem az volt, hogy van 20 egyforma. Most ugyanezt, hogyha a telefonra megnézem, hogy hány olyan játék van, mint mondjuk ez a Diablo, tehát ez a Action RPG, 12 tucat mindegyik, tehát, hogy nincsen köztük különbség. Telefóra talán az Angry Birds az egyetlen, ami 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 olyan cím, ami ami emlékezetes marad örökre. Lehet. Öltal, igen. Igen. De igen, egyébként igaz, tehát, hogy meg ma már, szóval én láttam ilyeneket is, most Milan nem megsért, mert te mondtatt, hogy a telefonodon játszol, de hogy ugye próbálnak ilyeneket, hogy átportolnak játékokat a telefonra, de nekem nem ugyanaz a feeling. Nem, tehát, nem hogy... ugyanaz a feeling, és én sem azért játszok a telefonon, mert nem tudom, Hanem mert az jobb. Van hanem mert kéznél van, a gép alatt ritkában ülök, nem költök egyébként játékokra, tehát hogy én nem költök erre pénzt, gyerekként is így volt, és felnőttként sem veszek magamnak soha. Mila a játék vagy? <laughs> <laughs> nem, a second hand vette őket, csak jó sok pénzének kölcsön kaptam. Ja, ja. Úgyhogy Úgyhogy éppen ezért nekem maradnak ezek a telefonok, és azokon se játszok sokat, tehát telefonon is akkor szoktam játszani, hogyha valamiért rettenetesen sokat kell várnom valamire, és már nagyon unom magam, és tehát, hogy nem, tényleg nem vagyok egy nagy gamer, én, én inkább ezek az asztali szerepjáték, meg hasonló dolgokat, ezekbe tudok órákat, meg napokat jönni. Az ilyen, ilyen PC-s, meg, meg egyéb dolgokban nem. De azért a Diablo-t majd elindítjuk neked, hogy jó legyen. Mindenképpen, mindenképpen. De amúgy te nem mondtál semmit a lampartiról, tehát nyilván jártál rá, hogy Persze, rá. hát de... Hát, hogy én már valamit hát mondta azért, a Command hogy... hogy ők... Hát nem, mindig... azért mi, mi, vittük, tehát vittük a gépeket, ugyanúgy mi is toltuk, tehát azért is mondtam... Mi... Hányan voltatok ilyenkor, vagy ho hova mentetek? Hát voltunk valakinek, voltunk havernek pincébe is, volt, amikor valaki, tehát volt, hogy nálam is talán volt ilyen, hát volt, amikor csak mondjuk ketten, sőt, de mondjuk, mi, mi mondjuk megmondjuk, hogy mi csaltunk azért a magunk módján, mert bár az már azért kicsit késő volt, már akkor létezett az UTP kábel, de mi például megcsináltuk a szomszéddal, a haverral, aki így lábszomszéd, vagy hogy hívják ezt, hogy mi a gépeinket összekötöttük UTP kábellel. Tehát, hogy, és mi úgy tudtunk játszani mindig otthonról már, akkor nem volt internet, hogy mi fogtuk, megvettük a százvalahány méter UTP kábát, és átvezettem az én gépem tőlőhoz, és szépen leástuk a kerítés mellett minden, és tehát mi úgy tudtunk egy csomószor játszani, hogy mi hát már ez helyben történt. toltuk. Ez, ez csalás volt a maga módján, tehát mi bármikor úgy volt, akkor szóltam neki, na játszunk, van persze, és akkor... Szerintem ez tök jó, hogy az internet mikor még nagyon elterjedt volna az előtt, azért ez rohadt nagy dolog volt, ha valaki el úgy tudta játszani, nem kellett hozzá átmenni. De Igen, vagy, mi, ezt, mi, ezt, mi, ezt, megoldottuk így, hogy, hogy akkor azt a megvettük azt a rohadt hosszú kábelt. Én ugye akkor ugye én is már tanultam egy csomó ilyen dolgot, és akkor megcsináltam a kábelt, megcsináltam, bekötöttem, és patika és hogy működött. És remélem, hogy első, amikor bedugtuk a két kábelt, és működött, annyira boldogok voltunk, hogy... Azt hiszem, Azt hiszem, sem csináltak olyat, hogy beloptak a suliba, és akkor ott vagy ott így vissza, visszamentek, és akkor ott a számtek ja, info teremben. Aha, aha ott, 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 csináltak ilyen, innen mindenféle ilyen party, partikat. Na hát viszont van egy rossz, illetve jó hírem, hogy a adásunknak vége, viszont jó hír, hogy még fogunk kockulni, úgyhogy még, még addigra föl lehet hozni a emlékeket, és akkor ezeket vagy nyugodtan föl lehet fűzni. De mára bezár a kockatár, úgyhogy én köszönöm nektek a beszélgetést. A retrozabáló 9. részében enni fogunk, tartsatok akkor is velünk. Farkas Katalin Mila, Magyarosi István és minden kollégám nevében megköszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, mikor sem lehetne aktuálisabb, mint épp most, hogy a hibaüzenetek azért vannak, hogy elolvassuk őket. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.